Szóval én azt hallottam, hogy nem valaha tudom. A zöld pázsit mánia, amit ma is hagyományként tisztelünk, onnan indult, hogy Angliában a gazdag emberek azzal mutatták, mennyire gazdagok, hogy az amúgy bevethető területüket zöld geppel vetették be, hogy nekem lehetne ott búza, de nincs. És ilyen szépen van, és ez volt a nemesség egyik legnagyobb dolog, és ebből vettük át, ez igaz? Sziasztok! Ez itt a Kertek 22 műsorvezetőtársam, Tóth Gábor, Orbán Gergő, és van egy fűszakértőnk, így lehet mondani? Nem, gyepmester. Egy haddanos szakértő. Kérlek szépen, mondd el nekik, hogy Grossmaster, mi a te rangod és mi a teljes neved. Sziasztok, Hesbolázs vagyok, Kóberról. Gyepápoló. Gyepápoló? Így? Milyen kerthez? Milyen gyephez? Milyen? Szóval ez egy státusz szimbólum volt annak idején? Értem, így már értem a dolgokat. Ez egy Pulitzer-díjas átvezetés lett volna, de elrontottátok, most már hagyjuk a Balázsnak elmondani. Szóval melyik fűnyíró melyik területre ajánljuk? Igen, ez lett volna a kérdésünk, mielőtt föltettük volna. Majd ezzel. Kezdjük a kicsivel, a kicsi elektromossal. Én őt olyannak ajánlom, aki kis kertje van neki, egy kis füves terület, ami akár egy hölgy is le tudja nyírni. Nem nehéz, könnyen üríthető, a tisztítása is mennyire gyakorlatilag. Mennyire kis terület? Hát én őt ilyen 50-60 négyzetméternél, mert ezt tologatni, bár egy hölgy akár 100 négyzetmétert is lenyívele, de nagyon sok időbe kerül. Ő nekik inkább már akkor egyen nagyobbat, hogyha ilyen 50-60 vagy 100 négyzetméteren jöhet egy ilyen akus fűnyíró, ami ugyanolyan könnyű, hasonló, illetve egy kicsit nehezebb, mint az elektromos, de már egy kicsit nagyobb területet is tud vele nyírni, és ő vele is még könnyen egy hölgy is el tud venni. Gond nélkül ki tudja üríteni a gyűjtőkosarat neki. Ő az MP Power. Azt tudom, de hogy ez ilyen fél profi vagy, ez sose láttam. Ez azért, ilyet azért nem láttam, mert még új. Ez most új, Badi Zsír, most készítettük itt hátul a raktárban. Ő egy középkategóriás fűnyíró, akit házi kertbe is, otthon privát tulajdonos is tud használni gyakorlatilag. Egy nagyobb kertbe 5-600 négyzetmétert, 1000 négyzetméter már necces helyzet, azt már nem. Oda már jönne egy profi gép, ami akár heti több alkalommal is tudja használni, hosszú távon árérték arányban visszajön, hogyha olyan nagyobb négyzetméter, akkor jönnek a robotfinyírok. Fűnyíró traktor és mondjuk a robotfűnyíró között abból a szempontból mi a különbség, hogy melyik a pontosabb a te tapasztalataid alapján? Ha ugyanakkor a területről beszélünk, hogy 1000 négyzetméter robotfűnyíró vagy traktor, úgy kell elindulni, hogy a robotfűnyíró minden nap nyírja a füvet, nincs ennyesedék, nem kell a fűnyírással foglalkozunk, míg a traktorra fel kell ülnünk rá, üzemanyagot kell neki hoznunk, nyesedéket kell elszállítanunk, gyakorlatilag időt töltünk vele. Amit a fűnyíróval meg lehet spórolni, gyakorlatilag ugye a robot az minden nap nyír, nincs vele gondunk, kiülhetünk sörözni. Tehát ha valaki élvezi ezt, hogy ráül és foglalkozik vele, vagy igényli is, hogy a természettel, igen. Esetleg még beszél is a fűhöz. Én szoktam olyat mondani, hogyha valakinél unoka van, aki 12-13 éves, nagyobb valószínűséggel vagy 10 éves fog venni egy ilyen traktort, és ott az unoka nagy bőszem fogja nyírni. De ez itt csak pár évig tart, amíg lendület van, és jöhet a robotfűnyíró, mert hogy utána az unoka nem nyírja. Aha, értem. Igen, de gondozni fogom, de igen. Majd én etetem, meg sétáltatom. Ja, tudom, ez igen, ez mindenki. Ezt mindenki hát szerintem ezt mindenki tudja, ismeri, ez mindenhol mikor gyerekek történik. Voltatok, ti is megígértetek mindent. Ha mondjuk a fű minősége a tét és nem az ár, akkor melyiket javallanád jobban, a robotfűnyírót vagy a fűnyíró traktort? Akkor a robotfűnyírót sokkal szebb pázsitot eredményez, mint a traktor. A robotfűnyíró árérték, ha visszahozza az árat hosszú távon, sokkal jobb minőségű pázsitot eredményez, mint a ritkán traktorra nyírt gyep. Ma már nincs annyi ideje az ügyfélnek, illetve a tulajnak, hogy minden nap traktorra üljön és nyírja a füvet. Ahhoz, hogy olyan minőségű gyepünk legyen, mint a robotfűnyíróval előállított,
ahhoz nagyon sokat kellene otthon lennie és traktorra dolgozni. Az ügyfeleid, akiknek fűszakértesz, ahogy mondtad is, hogy itt rengetegen használnak már akkumulátoros, illetve csomóan magát az IGO terméket. Sőt, neked is van belőle, te is az IGO gépek mellett döntöttél, otthonodban. Mi a tapasztalat? Nem csak azért, mert itt állsz velünk és ezt mondtad, hanem ténylegesen láttuk, hogy nálad otthon. Én használom az IGO fűnyírót. Én teljesen meg vagyok vele elégedve, gyakorlatilag nagyon sok üzemanyagot spórolok, a szervizdíjat spórolok vele. Hoppá! Könnyebben mozgunk. Való igaz, nagyobb kereteknél több akkumulátor kell hozzá. Ma még azt kimondva, sokkal drágább az akkus gépeket megvenni, mint egy benzines, de hosszú távon ugye ő sokkal a szervizdíjak spórolásában, meg üzemanyagban gyakorlatilag hosszú távon visszajön az a különbség, amivel drágábban veszünk egy akkumulátoros fűnyírót, mint egy benzinest. De valójában drágábban veszünk egyébként, vagy csak drágább kimondva? Mert azért egy prémium minőségű fűnyíró, egy benzines fűnyíró. Hát attól függ, hogy én ezt összeszámolnám őt, mondjuk meg őt, aki ipari szinten használja, tehát nagyon sokat nyírja, ő neki nem elég egy akkumulátor egy sima házi kertnél. Belefér az, hogy lemerült az akkumulátor, feltesszük tölteni, addig elmegyünk kávézni. Iszunk egy sört, az belefér. Nekem ugye ez nem fér bele, tehát nekem sokkal több akkumulátor kell hozzá vennem, 2-3-at. Gyors töltött, ami itt, hogyha már összeszámolok, akkor többen jövök ki, akkor mint egy üzemanyagos. Viszont hosszú távon meg ugyanúgy visszajön az a költség, mint amit elköltök a benzines fűnyíróra. Tehát a hosszú távon mindenféleképpen az akkus lesz a jövőnk, pláne úgy, hogy az üzemanyagok árak az egekben vannak. Te, mint haddanos, feketőves gyepmester, te meg tudod azt erősíteni, hogy mondjuk az IGO gépek tudják és adják a benzinesek erejét, igen, füst és lárma nélkül. Így van. Mert hogy ez a szlogenünk, de erre voltam kíváncsi, hogy ezt erősíts meg nekem. Én természetesen, nekem IGO fűnyíróm van, én ezt tényleg csak azt hiszitek, hogy én azért mondom, mert hogy nekem azért ezt kell mondanom. Sincs, tehát hogyha van az akkumulátor kapacitásunk, akkor nem, nincs különbség a benzines fűnyíróhoz képest, tehát lóerőben is tudja ugyanazt, illetve csendesebb, mint a benzines fűnyíró. Vele nyírhatunk délbe, ővele nem nyírhatunk délbe, vagy mondjuk ünnepnap. Ővele elvileg nyírhatunk, ővele nem nyírhatunk. Hát, hogyha ez az IGO géppel a fűnyírás egy ünnepnap. Ez így van. Ez egy remek zárás is volt. Gyönyörű utolsó gondolat. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, és ezt a sok információt közreadtad. És akkor minden kedves nézőnek azt mondjuk, hogy gondoljon bele, mire van szüksége, milyen gyepre, milyen gépre. Ne csak az adatok alapján és ne csak az ár alapján döntsetek, hanem tényleg az igényeitekhez mérten választhatok, és hogyha füvet szeretnétek, akkor keressétek fel a gyepmestert, ha a gépekkel kapcsolatban keressétek fel a Honda kereskedői hálózatából a szakszervizeket, márkaszervizeket. És köszönjük, hogy ide figyeltetek ránk. Így van. Sziasztok! Sziasztok.